Lassan hajrájához érkezik a Dakar Rally. Szagmeister Gábor a 76. helyen ért célba a 11. szakaszon. A sivatagban annyira meleg volt, hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy a motorosoknál 450-ről 243 kilométeresre csökkentik a gyorsasági szakaszt. Ennek megörült a szabadkai motorversenyző, aki egy nappal korábban eltörte a jobb kézfejét, de utóbb kiderült, hogy a lábának inszalagai is megsérültek. Az a lényeg, hogy behoztam a motort most ezt a mai 450 km-es gyorsági szakaszon, holnap lesz még egy 900, összesen 913 km. Azt, ha megcsinálom, akkor nagyon közel leszek már, hogy célba érjek, ami azt jelenti, hogy Rosarióból lesz, ott 180 km lesz a gyorsági szakasz. Ez a második hét, ez nagyon nehéz volt az első héthez viszonyítva. Most nagyon megdolgoztattak minket, ma is nagyon meleg volt, ugyanúgy, mint a tegnap, ma is a 400-as kilométernél engem megállítottak. Végülis nem csak engem, az első 20 versenyzőt. A mai szakasz még nagyban tart, mind a két versenyző túl van már a féltávon.